Önök a médiás.com összművészeti hírmondót látják. A Komédiás Kávéházba a legtöbb művész egyszer biztosan betér. Itt ülök, egy képzeletbeli lasszóval a kezemben, kávézgatok, ebédelek, olvasok és várok. Várom, hogy a művészek betérjenek. Beszélgető társaim azok az alkotók, akik a hazai kultúra szereplői és teremtői. A médiás.com a Komédiásban. Bocsánat, a telefonom. István, hát te hát. Jaj, de örülök, hogy látlak. Na látod, én is. Mi van veled, hogy vagy? Jó, köszönöm szépen. Csak a telefonomért jöttem, már megy. Na, azért meséld el, hogy mi van. Nincs olyan semmi, jól vagyok. Nem is tudom, hogy kivel beszéltem az elmúlt napokban, és mondta, hogy... Kivel? Nem tudom, nem emlékszem, ki volt az illető, aki ezt pletykálta, de ebben ennek igen nagy az igazság tartalma, hogy te hihetetlenül sokat dolgozol most a József Attila Színházban. Hát dolgozom a József Attila Színházban, mikor sokat, mikor kevesebbet. Most éppen finishben van egy produkció is, és elég komplikált, de még bírom. Igen, hát azért egy ilyen ötlet, hogy a Balázs Petszó dalaira készüljön egy színdarab, ami, ha jól tudom, akkor tulajdonképpen egy proletár történet, tehát egy olyan időszakban játszódik, amit nagyon sokan nem ismerhetnek nagy valószínűséggel, akik látni fogják. Egy kicsit légy szíves, beszélj erről, hogy miről is szól ez a darab. Éppen ma próbáltunk egy kicsit nagyobb vonalakban átmosni, hogy miért is lehet érdekes ez a történet. És azt magyaráztam a két főszereplőnek, hogy tulajdonképpen ez két ember egymásra csodálkozásának a története, mint ahogy a Róma és Júlia is az. Egy vidékről fölkerül romlatlan, néhány kudarcos életmozzanat után, ami a nőket illeti, meg amiket próbált feketén eladni 1958-ban piacokon, és fölkerül Pestre, és ugye elég sok szereplője van a darabnak, és azt próbáltam magyarázni, hogy ne legyen szomorú, egy szomorú korszakban is éltek az emberek derűsen, kedélyesen, és annál tragikusabb, mikor a szürkeségben kell életben maradni, hogy mint egy panoptikumban nézze, hogy itt mi történik. Ezt úgy hoztam párhuzamba, hogy én, aki Pesten éltem, és ma Zalában élek, amikor feljövök Zalából Pestre, akkor én magam is újra és újra rácsodálkozom barátaimra, helyzetekre, közegekre, hogy mennyire nem csak idegen, hanem milyen furcsa számomra, milyen semmi másra nem alkalmas, mint hogy szemléljem, nem részt venni benne. És hogy a másik ember, a nő, aki egy kudarcos házasság után rémes társbérletben lakik, ha már se tudják, mi ez a társbérlet, a fiatalok, hogy ez a két ember megsejt valamit egymásból. A nő a pasas tisztaságát, maszattalanságát, tulajdonképpen finomságát, a férfi meg a nőnek az egyszerűségét, esettségét. És hogy ezzel kéne átmosni ezt a két karaktert, ahogy egymásra néznek, és megindul a kémiájuk. És aztán valameddig eljutottunk az első részben, és örömmel láttam, hogy nem volt hasztalan ezt tisztázni, mert így némileg bizonyos közhelyektől
közhelyeket le lehet hántani a dalomról. Például a romantikát, vagy a túlzott érzelgősséget. Ami azért érdekes, mert a dalok rendkívül emocionálisak, hallatlan érzelmesek. És ott is van egy nagyon furcsa hátulütője, hogy tulajdonképpen nem szabad úgy énekelni, hogy a Fecó énekli. Mert a Fecó az eladja a dalt, ugye egy rock énekes, aki hatni akar, és például sokat ismétli ugye a fő motívumot mindig, hogy megragadjon. De itt egészen más a cél. Itt be kell ágyazni abba a történetbe, abba az állapotba, ahol éppen tart a szereplő, az alak. És ez sokkal levegősebben kell, sokkal inkább kell közelíteni például a beszéd hanghoz. Miközben persze mondjuk a Zöld Csaba meg a Korponai Zsófi is szenzációsan énekelnek, de nem az az érdekes, hogy valaki jól énekel. És mindig fölhozom például a Darva Csivánt, aki a Man of La Manchában, a Don Quixote musicalben, ami egy Melis György-szerű baritonra van írva, a maga rekett hangjával fenomenálisan oldotta meg azt, hogy ő nem egy énekfenomén, hanem hát ő egy nagyon nagy színész volt, és a saját beszédhangját tudott énekelni. Ez jó fajta, ez jó küzdelem. Egy számomra teljesen ismeretlen dramaturggal hoztátok létre az előadást. Hogyan jöttetek össze, és hogy alakult? Én Selmeci Tibor barátomnak a lánya, akit én gyerekkora óta ismerek. Kicsit úgy figyeltem is a sorsát, aki először filmekről írogatott a filmvilágban, aztán kritikákat írt, színházi kritikákat is, napilapokban, mindenféle, és valahogy aztán hallottam, hogy oda sodorodott színházakhoz, egy nagyon agilis, érdeklődő lány, állandóan lehet vele találkozni. Én Gyulán találkoztam vele például a Várszínházban legutóbb. És mondtam neki, hogy keresek egy történetet ezekhez a dalokhoz. Mindenképpen románc legyen. Tehát mindenképpen egy szerelmes történet legyen. És akkor egyszer csak ajánlott ezt, ajánlott azt, és aztán egyszer csak ajánlott, hogy nézze meg a Sikátor című filmet, amit a Kertész Ákos írt, mert a regényből készült a film, Rényi Tamás rendezte. És megnéztem, és azonnal tudtam, hogy helyben vagyunk. És akkor mondtam, hogy ebből csináljon egy szerkezet, egy dialógumból. Ezt nagyon ügyesen megcsináltam, amit nekem már semmi más nem kellett csinálni, mint hogy annyira összesmirlízzem a prózát, hogy beágyazódjanak azok a dalok, és így 23 dal hangzik el a történetben, és azt gondolom, hogy mindegyik szituációban, mindegyik helyzetben, mindegyik állapotban. Mikor lesz a bemutató? December 12. Hát akkor mindjárt itt van. Hát az mindjárt itt van, nem is volt sok idő rá, de nagyon jól dolgozott a társulat. Mondjuk például jeles színészek a Lipai Lacitól kezdve a Volnák Zsuzsig, statisztálniuk is kell. És úgy látom, hát, hogy nem azt mondom, hogy repesnek az előtt, de mindegyiknek van falatja, tehát lesz szerintem örömünk a darabban, de az, hogy alázatosan hajlamosak egy társulatnak a jó kondícióit mutatni. És ezzel a bemutatóval vége is lesz az évnek. Van terved még erre az évre, vagy a következő munka az már a jövő évben? Tervem nincs, de van kötelezettsége. No. Január végén, tehát lesz egy hónap szünetem, Zalaegerszegen rendezem a Makrancos Hölgyet, ami régi tervem volt. Egyszer neki is kezdtem, és az olvasópróbán abba hagytam. Miért? Nem hallottam azt a színészekből a Nyíregyházán, amit én gondoltam arról. És most kik fogják játszani? Most a Starenki Pali játssza a Petrucciót és a Pap Lucia Katát. De ez egy jó társulat, most egész jó társulat az Alegeszegi. Láttam egy nagyszerű előadást.
És mikor lesz a bemutató? Annak március valamikor elején, és utána még a Pesti Magyar Színházban rendezek egy Fodor László darabot. Ugye két háború közötti Vix Színházi darab. Nem azt mondom, hogy bulvár, de egy tanári kar vésztörvényszéke egy fiatal diáklány fölött. De van benne mulatság, líra, félreértés, egy jó szerző, Fodor László az egy jó szerző. A helyet az ifjúságnak, és ő egyik tárt szerzője, ami megy a József Attilában, és a premiéren megjelent a 9 utódja. Nagyon édesek voltak. Németországból, nem tudom én hány unokája, keresztgyerek, mit tudom én, nagyon sok utódja van. És ennek egy nagy jó darab, hogy Nyíregyházán ment, ott nem én rendeztem, és operett siker volt. Ez volt az a darab, amikor már nagyon művész színház voltunk, meg már Mohácsi, meg a Szász Jani rendezett mindenféle Brechteket, meg Tennessee Williams, minden. És volt egy műsorváltozás valami helyett, és letettem a olvasópróbára ezt a darabot, és akkor a már fesztiválon díjakat nyert művészek, ezt a szart kell játszani, nekik ezt a léhongagyit. No, hát nem mondom, 90-szer ment el, operett siker volt, és hát bejövő taps és kimenő taps, szóval megizlelték azt, hogy milyen egy sikerdarab, ami jól van megírva, színészekre van írva, színészi partikra, és megbocsátották a választásomat. István, visszavárlak, szeretnék hallani a januári munkádról is, meg erről is. Úgyhogy ha erre jársz, itt felejtenéd véletlenül újra a telefonodat, akkor légy szíves, hogy lehozzál. Ha itt felejteném, akkor hívjatok fel, és akkor elmondok mindent. Meg lesz.